Köszöntöm a Minden, amit tudni, látni érdemes című műsorunk nézőit. Sopron város egyik legjelentősebb közgyűjteménye a Soproni Múzeum. Vendégünk pedig a múzeum igazgatója, dr. Tóth Imre történész. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Igazgató úr, azt gondolom, hogy ha már én egyszer azt mondtam, hogy az egyik legfontosabb közintézménye, illetve közgyűjteménye Sopronnak a múzeum, valójában mit jelent a Sopron városa kulturális életében, illetve tudományos életében a Soproni múzeum? Nem tudom, mennyire szabad visszamenni az időbe, mert ez ugye onnan datálódik, hogy 1867-ben jött létre ez az intézmény, illetve ennek a jogelődje, ami azért érdekes, mert ugye 2017-ben, akkor ezek szerint 150 éves lesz ez a múzeum, ami a vidéki múzeumok közül is az egyik legrégebbi. És mivel egyrészt itt nagyon erős lokálpatriotizmus van a városban, gyűjtő hajlam, gyűjtő szenvedély, másrészt pedig múlt iránti megbecsülés nagyon-nagyon-nagyon erős. Ezért a múzeum születése pillanatától már nagyon fontos szerepet játszott a város történetében. Hozzáteszem, hogy rendkívül gazdag anyaggal rendelkezik, ugyanúgy, ahogy mondjuk a városi, illetve hát most éppen a Nemzeti Levéltár alá rendelt Soproni Levéltár is, mert egy kontinuális várostörténet van, tehát olyan városban élünk, aminek a történetét igazából nagy pusztítások nem zavarták meg. Most nyilván tudjuk, hogy a II. Világháború milyen súlyos károkat szenvedett el a város, de mégis a történeti anyag az, mint ahogy a belváros is szinte kompakt egységként megmaradt, úgyhogy ebből nagyon jól lehet építkezni, és nagyon jól lehet ezeket a múzeumokban megmutatni a nagy közönségnek. Hozzáteszem, hogy mivel nem csak részben ugye közművelődési intézményről is van szó, részben pedig tudományos kutatóhelyről is beszélünk, mert ne felejtsük el, hogy más helyzetben van az a város, ahol az egyetemi struktúra olyan, hogy bölcsészettudományi kar is működik, ahol mondjuk a történettudománnyal is foglalkoznak professzionálisan. Ezekben a városokban az egyetemek, ezek az egyetemi karok, vagy ezek az intézetek, történeti intézet, történeti tudományi intézetek, vagy művészettörténettel foglalkozó, vagy régészettel foglalkozó intézetek, úgyhogy nagyon sokat lefednek a helyi tudományos kutatás feladataiból is, vagy átvállalnak. Itt ebben a városban ugye ezt a levéltár hagyományosan, a múzeum és a részben a könyvtár végzi, úgyhogy emiatt is a szerepünk az hagyományosan nagyon erős. A tudományos életben való részvétel azt is jelentheti, hogy az önök anyagai is kutathatók, tehát más által is kutathatók? Természetesen. Tehát az is a célunk, hogy amit ideig raktárakban őrzött a múzeum, ami hatalmas anyag, és most sem minden része feldolgozott, ezzel elég sokat küzdünk, hogy ez a feldolgozottság ez egyre kiterjedtebb és magasabb szintű legyen, de azt az anyagot, amit már feldolgoztunk, azt tudományos kutatásra elő tudjuk készíteni, és hozzáférhetővé tegyük, tehát aminek most a legmodernebb formája természetesen az, hogy akár interneten keresztül is tudjanak a kutatók érdeklődni, nem csak érdeklődni, hanem megtalálni bizonyos anyagokat, és ezeket digitális formában rendelkezésükre tudjuk bocsájtani, ugye a múzeum alapvetően abban gondolkodunk, hogy tárgyi anyagot gyűjt a múzeum. Horváth Zoltán, aki a levéltár igazgatója volt jó néhány évvel ezelőtt, hogy ő mondta azt az elhíresült mondatot, hogy köcsög a köcsökhöz, papír a papírhoz, ami azt jelentett, hogy a papír az alapvetően a levéltár kompetenciája, a tárgy pedig a múzeumé, azért ez nem teljesen így van. Mi is nagyon sok kéziratot, nyomtatványt őrzünk, közöttük komoly ritkaságokat is, és ezeket mindennapi kutatásra készítjük elő, és jönnek is a kutatók hozzá. Említette, hogy rengeteg anyag van, és sok feldolgozásra vár. Én mindig csodálkozva olvasom az olyan híreket, hogy neves múzeumok, hogy 30 éve bent van egy tárgy, és hogy most döbbentek rá, hogy tulajdonképpen milyen értéke van, vagy mi ez a tárgy. Tehát e tekintetben óriási munka vár önökre, hogy tényleg feldolgozásra kerüljenek azok a tárgyak, amik bent vannak? Igen. Igen, mert ugye egyrészt a tárgyak, egy olyan múzeumról van szó, most kicsit ellentmondok annak, amit nem csak a mi múzeumokra igaz, amit az előbb mondtam, hogy az egy két világháborút átszenvedett. Mivel hogy régi múzeum, majd beleesett két világháború, ami különösen a második nagyon súlyos volt, és így bizonyos tárgyak kallódtak hosszú ideig, bizonyos tárgyaknak a restaurálása évtizedeken keresztül elmaradt, bizonyos tárgyak pedig, hogy mondjam, olyanok vannak, amelyek
mondjuk most kerülnek a látókörünkbe. Ez lehet, hogy furcsa, de hát egy ilyen raktárnak a feldolgozása, revíziója, mikor sok raktár, rengeteg tárgy van, hát tényleg óriási ezeknek a száma, az szinte folyamatos. Nyilván itt nem azokra a tárgyakról van szó, amelyek nagy méretűek, könnyen szembetlenek, hanem például érdekes kéziratok kerülhetnek elő, amelyek mappák mélyén pihengettek évtizedeken keresztül, és olyankor viszont óriási értéket képviselnek. Ugyanakkor szintén említette, hogy a városban nagy a gyűjtő szenvedély. És annak ellenére, hogy szintén említette, hogy rengeteg emlékeik, illetve tárgyaik és dokumentumaik vannak, az elmúlt évben önök építettek erre a városi gyűjtő szenvedélyre, hiszen gyűjtő napokat szerveztek. Miért tették, és milyen eredményességgel? Egyrészt azért tettük, mert ez nem feltétlenül csak a gyűjtő tevékenységünk függ össze, hanem azzal, hogy kinek a múzeuma vagyunk mi tulajdonképpen. Azért hosszú ideig az volt a tendencia, hogy a Soproni Múzeum az ide látogató turistákat szolgálja ki elsősorban, és ebben továbbra is fontos feladataink vannak, igen. Nagyon fontos feladataink vannak, és továbbra is így gondoljuk, de amellett szeretnénk, hogyha ez a múzeum a soproniak múzeuma, tehát nem csak a Soproni Múzeum, a Soproni Múzeum név azt is jelenteni, hogy ez a soproniaké, ez a múzeum, és sajátjuknak érezzék azt, ami a falakon belül történik, ugyanakkor mi is minél többet tevékenykedünk a falakon kívül, és egy kicsit bevonni a helyi közönséget, bevonni az embereket a mi munkánkba, az ebből a szempontból is nagyon fontos. Ugyanakkor valóban az első rendű feladata az, hogy gyarapítsuk a gyűjteményünket olyan tárgyakkal, olyan dokumentumokkal, amelyek eddig magánkezekben voltak, nem voltak ismertek a nagy közönség előtt. Hogyha hozzánk bekerülnek, akkor pedig mi megpróbáljuk ezeket helyzetbe hozni. Azzal együtt, hogy önmagában a dokumentálás is nagyon fontos. Tehát nem feltétlenül volt olyan gyűjtőnapunk, mondjuk az 1989-es rendszerváltással összefüggő gyűjtőnapunk, ahol nem is kértük, hogy ott hagyják a tárgyakat, mindenki megőrizheti ezt a saját családi vagy magánarchívumában, csak azt szerettük volna, hogy ezeket dokumentáljuk. Lehet, hogy ennek is van valami rossz mellékíze egyébként, ismerve a magyar történelmet, tehát nem mindenki szereti a dokumentálják, amit nála van, de hát ez természetesen nem rekvirálás, hogy későbbi rekvirálás célját szolgálja, hanem azt, hogy legyen egy képünk arról, hogy a történelmünkből mi őrződött meg, nem csak a közgyűjteményekben, hanem magánembereknél is. Tehát és ugyanígy rendeztünk az első világháborús kiállításunk kapcsolatosan gyűjtőnapokat. Ugye nem elfeledve, sőt első van szem előtt tartva azt, hogy ezek a generációk, akik még ezt például őrizték, fontosnak tartották, azok a generációk szép lassan eltűnnek. Elképzelhető, hogy az unokák már nem fogják ilyen fontosnak tartani, lehet, hogy ezek a tárgyak elkalódnak, eltűnnek, elsüllyednek a házakban, vagy a szobákban, vagy a komódokban, de nem kerülnek többet a nyilvánosság elé. Tehát meg kell fogni azokat a pillanatokat, amikor még élő tanúk, vagy azoknak a közvetlen és érzelmileg is érintett leszármazottai őrzik ezeket és közkincsét. Igen, ezek a relikviák általában a személyeknek fontosak, vagy a családnak fontosak. De sikerült-e olyat találni közöttük, amely esetleg újat mutatott a történelem valamelyik szeletéből, vagy valóban értéket képvisel, akár a város, akár az ország történelmében? Nézze, az a véleményem, hogy ezek a, mondjuk a privát történelmek, vagy a magántörténelmek a lenyomatai, azok ugyanolyan fontosak az ország története szempontja. Tehát nekem a régi mániám az, és ezt többször is mondtam, hogy nincs ország történetünk, tehát nem tudjuk, hogy ország történetét, kormányzati negyedek történetét ismerjük. Tehát azt tudjuk, hogy mi történt a budai várban 1944-ben, vagy 35-ben, vagy bármikor, azt tudjuk, hogy mi történt a visegrádi palotában, azt tudjuk, hogy mi történt akkor, amikor... A Duna jegén. Igen, ezeket nagyon jól ismerjük a Sándor palotában történt eseményeket, többé-kevésbé, vagy a dísztéren, az akkori külügyminisztérium, mondjuk a két háború közötti időszakra gondolok, ami az én kutatási területem. Ezeket jól ismerjük, de igazából ez nem országtörténet, és hogyha még exaktabb, vagy még pontosabb akarok lenni, akkor ez nem a mindennapi, nem az emberek története. És ha megnézzük, akkor ma is a történelem az nem csak arról szól, hogy mi zajlik a parlamentben és a kormányban, hanem az, hogy mi ezt hogy éljük meg, hogyan öltözködünk, mit eszünk, mit iszunk, hogyan levelezünk egymással, milyen képeslapjaink vannak, stb. Mit gyűjtünk. Tehát igazából a történelem a privát
privát történelmek mozaikjából épül fel, és a történeti kutatás is nagyon sokat mozdult abba az irányba, hogy ezt a privát történelmet beemelje a köztörténet, vagy a közjogi történetnek a vagy fölemelje arra szintre mondjuk, ahol addig azt kutatták. Tehát ami én foglalkozom, az a diplomácia történet mellett, mondjuk ezek a privát történetek ugyanolyan nagyon fontosak. Én azt gondolom, nem ismerem a magyarországi múzeumi helyzetet, de én azt gondolom, hogy kevés olyan múzeum van, amelynek több mint 11 kiállító helye van, és a szakmai munka is műemléki épületekben folyik, tehát nem csak a kiállító terek. Ez mennyiben határozza meg az önök mindennapjait? Hát ez egyszerre előny, meg egyszerre hátrány is. Tehát mondjuk egy igazán modern kiállításnak inkább gátja. Viszont igyekszünk ezeket a múzeumi, vagy ezeket a műemléktereket úgy hasznosítani, hogy egyébként meséljenek arról a korszakról, a kiállítás része, integráns részeként, amiről a kiállítás szól, mondjuk a város történetében mutató határtalan történetszői kiállításban kifejezetten építettünk a Stornóház architektúrájára, az ablakon át beköszönő várfal látványára. Tehát ezt, ahol lehet, ezt bekomponáljuk, vagy belekomponáljuk mondjuk a látványba, vagy a mondani valóban. Van, ahol természetesen ez inkább gátat szab a 21. századi működésnek, mert egy modern múzeum azért most úgy néz ki alapvetően, hogy egy régi épületben, ha van, mert ilyen sokszor előfordul, hogy régi épületbe tesznek be múzeumot, tehát nem zöldmezős beruházásként épül, de hogy úgy mondjam, az épületet belülről átcsomagolják, tehát új falakat emelnek a régiek elé, akár álmennyezetet, és akkor tulajdonképpen egy teljesen új belső architektúrát vagy teret kapnak, amit aztán a kiállítási rendezők úgy tudnak már használni, ahogy akarnak. Ugye nálunk ez a folyamat nem így zajlott, mert amikor a mi kiállításaink készültek, akkor ez még annyira nem volt jellemző. Az új kiállításainkban már mi is így gondolkodunk. Tehát ugyanakkor viszont nem lehet letagadni, hogy ezek a legszebb épületeink. Tehát azért ide bejárni azért nem akármilyen élmény, és ezt szerintem a kollégáim is érzik, meg én is, meg a látogatók is nagyon fontos. Tehát azért, aki bejön, azt tudja, hogy hol jár 18. században Csöppen, amit egyébként nagyon szeretnek a látogatók. Tehát az élménynek az egyik forrása az, hogy ezt az in situ megőrzést tudja. Az in situ, tehát azt jelenti, hogy ott helyben tudják átélni azt, ami valamikor volt. Tehát ez a varázsa a stornógyűjteménynek is. Hát ott egy lakásban járkálnak az emberek. Olyan lakásban, ahol ebédlő van, meg hálószoba van. És akkor az is a célunk, hogy a lakás funkciót úgy megőrizzük, és úgy tárjuk a látogatók elé, ahogy az valójában volt. Tehát legyen az újság ott az asztalon, legyen ott a reggeli maradéka, persze nem a maradék formájában, legyen ott az asztalon. Megpróbáljuk megidézni azokat, akik ott bent jöttek, mentek. Ez is a privát történelem. Viszont én azt gondolom, hogy rátérve egy kicsit az elmúlt évre, hogy egy nagyon sikeres év áll önök mögött, rengeteg új dolgot tudtak bemutatni, és hát érdemes erről is néhány szót váltani, valamint hála jó Istennek, én azt mondom, hogy a mai pályázatos világban azért némi pályázati támogatást is sikerült nyerni. Igen, ezt elmondhatom, hogy egyrészt a fenntartásunk egészen jó, tehát az a vidéki múzeumok közül, amelyek nem megyeszékhely fenntartású, vagy megyeszékhelyen lévő múzeumok, azok közül a Soproni Múzeum kapja a legtöbb központi támogatást, és a helyi fenntartónak is de nagyon komoly, tőle is komoly támogatást kapunk, és egyre inkább a saját bevételünket is igyekszünk növelni. Tehát az a lényeg, hogy több lábon tudjon működni az intézmény. És ennek az egyik ilyen pillér az valóban, ahogy mondja, a pályázatoknak a meglehetősen széles köre. A helyzet az, hogy hagyományosan ugye a múzeumok azokat a pályázatokat próbálták meg kihasználni, amelyek kifejezetten szakmai jellegűek voltak, tehát azt mondom, hogy restaurálásra, kiállítás készítésre, vagy kiadvány szerkesztésre, kiadásra adtak támogatást. Én abban az irányban szeretném ezt elmozdítani, olyan területeket is megcélozni pályázatokkal, amire első látásra az, vagy első olvasatra az ember azt gondolná, hogy ez nem a múzeum feladata, de én azt mondom, hogy egy 21. századi közintézménynek, egy kulturális intézménynek a feladatai sokkal sokrétűbbek, mint 50 évvel ezelőtt. Tehát a múzeum nem arról szól ma már csak, hogy kiállítást csinál a látogatóknak, hanem bizonyos társadalmi feladatokat vállal.
ez lehet a társadalmi integrációtól kezdve az oktatáson át, a szocializáción keresztül rengeteg dolog, és ezt többféle pályázati forrásból lehet finanszírozni. Emellett egyébként természetesen hagyományos pályázatokat is próbáljuk kihasználni. Amiben a legfontosabb talán, a legnagyobb lépés, ez a tavalyi évben már elkészült gyermekfoglalkoztatónknak a finanszíroztatása volt, illetve ennek folytatásaként idén fejeződik be majd nyáron a Macskakőnek elnevezett gyerekmúzeumunk a Szentgyörgy utcában. Emellett számos időszaki kiállításra pályáztunk, és kifejezetten szűkebb értelmet szakmai pályázatunk is sikeres volt restaurálásra, azokra a területekre gondolok, amiket itt az előbb említettem. Ugye a gyermekeket említette, és rögtön eszembe jutott, hogy az elmúlt időszakban különös hangsúlyt fektettek a múzeum pedagógiára, valamint az ismeretterjesztésre, tehát például az esti egyetemi előadások sorozattal kapcsolatosan is. Ez egyfajta belső kényszer, hogy kiadják azt a tudást a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt, vagy egy felvállalt küldetés? Össze magamról tudok mondani egy mondatot, nekem belső kényszer. Tehát én amikor elkezdtem történelmet foglalkozni, és valamilyen tanulmányt sikerült letennem az asztalra, akkor a nagy problémám volt az, hogy ez mindig azt szoktam mondani, hogy édesanyám, és akkor a szűkebb szakmában még 50-en olvassák, de hát ez ember nem ezért dolgozik. Tehát igazából, és úgy szeretem, hogyha ezek közkincsé válnak, és ennek a közvetítésére számos vagy számtalan lehetőség van, közművelődési lehetőség. Tehát én magam is élek a tudomány népszerűsítés különféle fórumaival, szívesen tartok népszerűsítő előadásokat, szívesen tartok persze tudományos előadásokat idehaza is, külföldön is, de mégiscsak az a lényeg, hogy amit dolgozzunk, az ne egy ilyen kiváltságolt vagy nem kiváltságol, de egy szűk csoport berkeim belül maradjon. Ez az én egyéni motivációm, és mivel ugye egy ideje hát a múzeum élén dolgozom, ezért most a többieknek is ez kell, hogy legyen az alapállása, de nincs ezzel gond, mert ez a kollégáimban meg is van. Ez a mi oldalunkról az igazság. A másik oldal, hogy ez az elvárás. Tehát ahogy az előbb is utaltam rá, a múzeum nem maradhat csupán kiállítás, hanem tényleg a népszerűsítésnek minden formáját igénybe kell venni. Ma a mai múzeumokkal szemben az az elvárás, hogy élményt közvetítsenek, megpróbálják közel hozni azt a történeti valóságot, amiről a kiállításaik szólnak, ezt egész más formában kell ma már közvetíteni, mint ezelőtt jó néhány évvel. Egyébként nem csak a mi múzeumunk, hanem hogyha megnézzük a városban működő egyéb fenntartású intézményeket, a Központi Bányászati Múzeumot vagy az Erdészeti Múzeumot, akkor ott is ugyanezeket a tendenciákat látják, tehát ez nem a mi bölcsességünk vagy tehetségünk, hanem ezt csinálja mindenki, és nagyon jól csinálják, és mi is igyekszünk. Ugye egy mozgalmas 2015-ös év után mi várható 2016-ban? Például milyen kiállításokat terveznek? Hát amit említettem az imént, vagy az előbb, az most a legfontosabb feladatunk, hogy egy új állandó kiállítást csináljunk a gyerekeknek. Ez a nyár folyamán fog elkészülni várhatóan. Azért mondom ezt többször, mert ez a koncepció szerintem máshol az országban nem működik, amit mi szeretnénk. Ennek az a lényege, ha elmondhatom röviden. Kérem. Egy mondatban, vagy néhány mondatban, hogy én az a bajom, hogy egy gyerek, ha bejön a hagyományos múzeumi interiőrökbe, vagy kiállítóterekbe, akkor magával ezzel a vitrines bemutatással sem nagyon tud mit kezdeni. Ugye egyszerűen a technika és a világ elszáll, a kommunikáció elszállt ezek mellől a hagyományos prezentációs formák mellől. Másrészt magával a műtárgyal sem tud mit kezdeni. Főleg, hogyha nem foghatja meg. Az különösen fontos, hogy több érzékszervre hassanak ezek a kiállítások, de hát most gondoljon bele, nem tudom, az én gyermekem már nem óvodáskorú, hanem nagyobb, de
nem tudom, hogy tudnál mit kezdeni egy tárcsázós telefonnal, amivel mi még ugye vidáman telefonáltunk néhány évtizeddel, vagy akár évvel korábban. Tehát hihetetlen gyorsan változik a tárgyaknak a formája, alakja, bizonyos szempontból a funkciója is, viszont vannak olyan tárgyak, amelyek ott maradnak a történelmünk folyamán mindig, csak más-más formában jelennek meg, és amit kiteszünk régi tárgyakat, azokat egy felirat nem tudja elmesélni a gyereknek. Tehát azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a régi és a mai azok milyen párbeszédbe állnak egymással, és ugyanakkor ezt úgy bemutatni, hogy ezt ne érezzék iskolai órának, hanem ott jól ér. Tehát nem baj, hogyha egy kiállításban a látogató jól érzi magát, tehát valóban élményhez jut. Ez az állandó. Vannak távlati terveink, ezek érintik a város fejlesztését is természetesen, illetve vannak olyan konkrét kiállítási terveink, amiket ilyenkor évelején rögzítenünk is kell. Tehát itt februárban indul a kiállítási idény nálunk a Lábasházban, és évvégig több kiállítás is lesz. A legfontosabbat emeljem ki, február végén a kommunizmus áldozatai emlékére tervezünk egy kiállítást, ami végigmenne tulajdonképpen az egész államszocialista rendszer történetén, és olyan kiállítást szeretnénk, ami vándoroltatható, tehát akár a város iskoláiban, közintézményeiben, vagy a város környékén is meg lehet őket mutatni, tehát szívesen kiajánljuk bárki számára. Aztán az Érem Biennáli díjazottainak a kiállítása lesz a nyár folyamán. Ősszel szeretnénk Széchenyi István halálához kapcsolódóan egy emlékkiállítást szervezni. El kell, hogy mondjam, hogy elképesztően fontos és meghatározó tárgyaink vannak Széchenyi Istvánnal kapcsolatban, amelyek most azért alapvetően a Nagyszentki Múzeumban vannak kölcsön. Ezekből szeretnénk visszakérni erre a kiállításra, remélem, hogy sikerül, hát, hogy más nem mondjak, azok a ruhák a Sopoly Múzeum tulajdonában vannak, amelyekben Széchenyi István öngyilkos lett. Ez most csak azért mondom, mert ez egy emocionálisan és érzelmileg is egy nagyon fontos darabja a mi Széchenyi gyűjteményünknek, és aztán év végén pedig a Pejácsevics család műgyűjteményeből szeretnénk egy nemzetközi kiállítást idehozni, ez Horvátországból jönne alapvetően. Hát igazgató úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát sok erőt kívánok ahhoz, hogy Sopron első díszpolgáráról méltóképpen tudjanak megemlékezni. Ezt mi is nagyon szeretnénk. A következő témánk pedig az, hogy az iskola aranymasti programja keretében idén a kárpátaljai fornosnak nyújtottak segítő kezet a hunyadis diákok. Pártfogásukba vettek egy kárpátaljai települést, valamint az ott élő nehéz sorsú gyerekeket karolták fel a Hunyadi iskola tanárai és diákjai. Ebben a tanévben Fornos települést támogatták. Fornos Munkástól 7 kilométerre található. Az 1700 lelkes, szinte teljesen magyarok lakta falu az utak rossz minősége miatt nehezen közelíthető meg. Az iskolában 20 tanár tanít 166 diákot. Az intézmény régi szárnyát lebontották, mert a földrengés miatt veszélyessé nyilvánították. A település komoly gondokkal küzd a vezetékes vízellátással is. A hunyadisok segítsége tehát jó helyre került. Két nap során 5 családot látogattak meg, és adták át számukra pénzadományukat. A ruha és játékadományokból összeállított dobozokat az iskola tanulói kapták meg. A látottak után a stúdióban vendégeink, a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola igazgatója, Rajnai Káror. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen én is a meghívást, a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a látogatásunkról. Valamint az iskola tanára, Móricz Adrián tanárnő, köszönöm önnek is, hogy elfogadta a meghívást. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönjük szépen a meghívást is. Igazgató úr, a nézőink láthatták a híradóban is most előbb is, hogy az elmúlt évben Fornoson jártak, de ennek az adománygyűjtésnek, az aranymasnyinak, illetve az egyéb jellegű adománygyűjtésnek komoly hagyománya van az iskolában. Milyen messze nyúlik vissza ez a hagyomány, és mi az, amit eddig már tettek ebben? Ha visszamegyünk az időbe, akkor igazából 6 évvel ezelőtt Mármaros látogattuk meg a Szoboptimis Klub segítségével. Tehát ott egy kapcsolatot vettünk fel iskolával, igazgatóval, gyerekekkel, és egy kölcsönös látogatás volt a hölgyek szervezésével.
akkor merült fel először ez a gondolat, hogy kellene nekünk segíteni, akár Kárpátalján, akár Erdélybe, akár a felvidéken, hiszen akinek a Jóisten adott valamit, az tovább is adhatja, hogyha nincs rá szüksége. És itt jött a diák önkormányzat, itt jött a szülői munkaközösség, és szerveződött meg az aranymasni adomány, ami tulajdonképpen 5 éve működik az iskolánknak az égisze alatt. Ugyanakkor ez az aranymasni adomány aztán egyre szélesebb lett, ahogy én tudom. Tehát a társiskolák és társ gyermektársak megsegítésén kívül sokkal nagyobb léptékű segítségeket is nyújtottak. Igen, igazából a kronológiáját, a történelmét a tanárnő tudja összefoglalni. Az első indulás az egy marcaltői evangélikus iskolánkban történt, ahol én ilyenkor el szoktam mondani, hogy szinte mindegyik adományozó helyünkre jellemző, hogy én egy időutazóvá váltam, egy a 60-as évek végére, 70-es évek elejére mentünk vissza, mert ez az iskolánk is egy olyan adottsággal volt megáldva, sajnos elég kevés munkalehetőséggel, és ez volt az első adományozó célunk a Marcaltői Általános Iskola, és itt, ha megengedi szerkesztőt, átadnám a szót. Én kérdezem, mert, és tanárnőt, nem szeretnénk végigjárni most a teljes listát, hiszen tényleg sok van, idénre szeretnénk koncentrálni, de azért engem nagyon érdekel az, hogy ez az adománygyűjtés és adományozás, ahol általános iskolások vesznek részt, természetesen a szülők is, ez hogyan jut el a börtönbe? Ez hogyan jut el a börtönbe? Ez egy nagyon érdekes és kalandos út, hogy hogyan jut el. Néhány gondolattal mégis érdemes visszagondolni arra, hogy milyen célpontokat találtunk meg, illetve kiket kerestünk. Fontosnak tartjuk és tartottuk az adománygyűjtésnél, illetve nél az aranymasni akciónál, hogy a karácsonyi időszakra koncentráljunk. Bár segítettünk árvízkárosultakat, gyűjtöttünk az iskolában már a kolontári iszapkárosultak részére. Tehát több akcióban részt vettünk, többször csatlakoztunk más szervezésekhez is. Viszont azt gondoltuk, hogy a karácsonyi időszakát egy kicsit melegebbé tesszük. A karácsonyi időszakában mindenki egy picikét a családja fele fordul, mindenki egy picikét talán az adventi időszakban lelassul a szónak természetesen a nemes értelmébe véve, és tartottuk azt a János evangéliumát, hogy aki Istentől van, az a jót cselekszi. Vagy aki a jót cselekszi, az Istentől van, hogy pontosabb legyek. És ezt próbáltuk megfogalmazni, hogy kiknek lehet nehéz. Nyilván mindenki okkal kerül a börtönbe. Meg kell említenünk Adlecsik Zoltáni jelenlegi helyettes iskola lelkész úrunkat, aki segített nekünk ebben, hiszen neki volt már korábban kapcsolata börtönnel, illetve börtönmisszióval, és vele beszélgettünk erről, hogy egy börtönbe bemenni, nyilván nem gyerekekkel, de a gyerekeknek elmondani, hogy az a család, az a gyermek, aki egy jelen esetben szerencsétlen környezetbe született bele, neki is az a karácsony a karácsony. Ugyanazt éli meg, amit te vársz. Várod a kis ajándékot, sajnos sokszor erre koncentrálódik, csak egy karácsony várása, vagy a szenteste, vagy várod azt a melegséget, amit ad maga a karácsony. És így jött az, hogy akkor 3 évvel ezelőtt látogassunk el a Sopron-Kőhidai börtönbe, akkor még egy nagy falatként, hiszen mind ruházattal, mind játékokkal, élelmiszerrel, tehát több mindennel próbáltunk családoknak segíteni, ezeket a börtönben élők a látogatásaik során, tehát amikor a hozzátartozók mentek hozzájuk, akkor tudták átadni. És akkor ez szépen kibővült arra már a múlt évben és az idei tanévben is, vagy az idei adventben is, hogy kis karácsonyi műsorral készültünk mi kollégák, énekeltünk, verset mondtunk, lelkész úr egy rövid áhítatot tartott, sőt az áhítatnak is egy olyan formáját, hogy egy párbeszéd jellegű legyen, hogy valóban az a hallgatóság, az az büntetését letöltendő éppen megérintve legyen, hogy hát próbáljon ott lenni. Nagyon érdekesek a reakciók egyébként ilyenkor, amikor látjuk a
székmási, vagy hát a másik oldalon lévőket, hogy ugye ön fűzte a történetet, hogy eljött 2015 adventje, és hát természetesen akkor az iskola életébe eljött az aranymasné ideje is. Idén azt gondolom, hogy egész különleges helyszínre mentek, hiszen a kárpátaljai fornos, nem is tudom, ön majd inkább elmeséli, valami nagyon pici-pici kis település. De hogy találták meg ezt a települést? Hát ennek is nagyon érdekes története van, mert amikor az évelei munkatervet összeállítottuk, akkor beszéltünk már, érintettük az aranymastit, hogy idén is kellene ebben a lehetőséggel élni, és kerestük azt a célállomást, ahová el tudnánk érkezni. Van nekünk egy református kolléganőnk, aki konferencián találkozott a fornosi iskolának egy tanítójával. És tulajdonképpen a intervallum kezdőpontja az ide tehető, és felvették Adriennék és a szülői munkaközösség a kapcsolatot ebben az iskolával, az igazgatóval. Ez így jön, nagyon érdekes dolog, mert kell hozzá a Kárpátalján engedély. Konzuli engedély. Tehát be kell jelenteni. Tehát valahogyan még úgy működnek a dolgok, mint nálunk valamikor 30-40 évvel ezelőtt, és amikor ezeket mind megkaptuk a zöld jelzést, akkor lehetett kimondani a szülőknek, kimondani a gyerekeknek, hogy fornos lesz a iskola, ez egy 160 fős kicsi falusi iskola, a maga tündér pályával, a hatalmas nagy szeretettével, mert nagyon sok szeretetet kaptunk, de ebben majd gondolom később is Adrián fog beszélni. Tehát ez volt a cél. A gyerekek, a szülők, tehát most már több éve megy a dolog. Mennyire érzik ezt önmagukénak, és hogyan vesznek részt benne? Én nagyon bízom benne, hogy egyre inkább önmagukénak érzik, illetve az iskolához hozzátartozik ez az aranymasni adománygyűjtés. És azt gondolom, hogy mi nem mutatja jobban, mint hogy 8. osztályos fiúk, bár mindenki számára nyitott volt, tehát bárki jöhetett gyerekek közül is segíteni, de 3 kisgyerek, Havas Péter, Tóth Barnabás és Röder Benjamin, aki szinte minden délutánját a gyűjtésünk intenzív részén, tehát a 3 héten minden délután ott voltunk iskolán klubjában, ahol vártuk az ajándékokat, és válogattunk, csoportosítottunk, csomagoltunk. Ez a 3. osztályos diák minden délután ott volt, és segített, rakodott, érezték, és azt gondolom, hogy talán a kíváncsiságuk, a várakozásuk az ott teljesedett be, hogy ezt a 3 kis diákot el is tudtuk magunkkal vinni az adományok átadására. Bár hozzá kell tennünk, mert mindenképp fontos, hogy ez egy csapatmunka, szülők is jöttek délutánonként segíteni. Kolléganőm, Zita kolléganő, akit igazgató úr is említett, hogy református kolléganő és kapcsolat elindítójaként is mondhatjuk. Ő is ott volt délutánonként, még több kolléganő is, szülők, és vártuk, és vártuk minden nap, hogy több legyen. És nagyon jó volt, mert a személyes találkozást meg mai internet segítségével, vagy a Facebook segítségével már egy kapcsolat megelőzte, és tudtunk képeket küldeni. Tudtunk képeket küldeni, hogy napról napra több a doboz, hogy doboz hiányban szenvedtünk. Természetesen pénzadományt is gyűjtöttünk, hiszen azt is nagyon fontos tudni, hogy nem olyan egyszerű Kárpátaljára szállítani a csomagokat. Így felvettük a kapcsolatot Szabó János konzulóral, aki az ungvári konzulátuson dolgozik, és abszolút egyszer a segítségünkre lett, hiszen 1970-es évektől, vagy 70-es évekig kell visszamenni, amikor is fornos településen konzuli látogatás volt. Tehát 30 év, vagy több mint 30 évet, hogyha nézünk, akkor nem volt konzul még ebben a kis településen. És ezt követően felvettük a szomszéd település, mert mint Fornos szomszéd településének esperesével is a kapcsolatot, aki viszont több alkalommal segélyez. Van egy önkéntes tűzoltó társasága is, és ő is rajt volt ezen az ügyön. És kapásból egyszerre azt mondták, hogy jönnek, segítenek, átjönnek Magyarországon azokkal az autóbuszokkal, amikkel ők rendelkeznek, azzal át lehet vinni, hiszen diplomata autó. Nyilván itt is a szabályokat betartva, hogy könyveket, ruházatot vihetünk, élelmiszert nem. És
tudjuk segíteni a gyerekeket. Akkor így jött a második lépésünk, hogy igen, gyerekek, 160 fős kisiskola, de ott vannak szülők, vannak idősek, kaptuk a híreket, hogy a keleten zajló háborúk miatt nagyon sok család nehéz helyzetben van, hiszen nagyon sok férfi a kérdőjelet választja, mit tegyek, mit tegyünk, és emiatt gondoltuk úgy, hogy az elesettebb talán nehezebb sorban élő, de az iskolához valamilyen szinten kötődő felnőtteket is meglátogassuk, és így pénzt is gyűjtöttünk. Örömünkre minden családot tudtunk egy ottani havi bérrel megajándékozni, és azt gondolom, hogy az iskolai látogatás mellett hihetetlen felemelő érzés volt egy pici szobába belépni, egy olyan vendégszeretetet kapni, az idős néninek a könnyeit, a saját írását felolvasta nekünk, és a gyerekek itt érezhették meg azt, hogy egyrészt milyen nagy szerencséjük van, hogy hova születnek, milyen nagy szerencséjük van, hogy a mi iskolánkba járnak, vagy magyarországi iskolákba járhatnak, mert a különbségek hihetetlen mód megfogják a gyerekeket, és én remélem, hogy ha nevelünk és tanítunk, akkor a nevelésnek ez az oldala az, ami az igazi lelki töltetet adja majd a gyerekekbe. Ez ugye egy általános benyomás, amit érzünk is, de önnek személy szerint van-e olyan történés, ami azt mondja, hogy ez biztos, hogy elkíséri az élete végéig? Két esemény is van, de talán az egyik, amikor beléptem az iskola udvarára, egy sáros udvart kell elképzelni, nincs tornaterme az iskolának, és ahogy belépünk az iskola udvarára, egyszer a tornaterembe érjük, vagy hát relatíve a tornaterembe érkezünk meg, és gyerekek pörögnek a vas rudon, és egy kislány leugrik, és kapásból odafut hozzám, és azt mondja, hogy te magyarból jöttél. Mondom, igen, én magyarból jöttem, és te ki vagy? Bemutatkozott, mondta, hogy már első osztályos, de ha nagy leszek, én magyarba megyek, mert ott jó. És az a csillogás a szemébe, az a vágyakozás, hogy ő még, és beszélgettünk, és a beszélgetés kapcsán a maga kis 7 éves nyelvével elmondta, hogy ő még Fornosról nem volt kint. Ő még csak Fornoson volt. De boldog volt, de örült, és amikor átadtuk pont ennek a kislánynak is azt a pici ceruza végre rakható játékot, és csillogott a szeme, hogy igazából egy pici dologgal mekkora örömet tudta elszerezni. Ez az egyik élmény, ami azt gondolom, hogy magammal hoztam. A másik a szomorúbb élmény. Akikkel együtt utaztunk, mindenki idősebb volt nálam, és ők már Magyarországon is látták, megtapasztalták, akár városban, vidéken a környezetet. Nagyon rossz utakat, szegényes portákat, a tábori vécéket, és nagyon sok minden közvilágításnak a hiányát. Bár én sokat utazom, de mégis azt gondolom, hogy ez tette rám a másik legnagyobb hatást, hogy hihetetlen sötétség, az emberek behúzódnak a házakba, kilátástalanság és szegénység. Nagyon jól jön a segítség, én azt gondolom oda. Igazgató úr, ugyanaz a kérdés, hogy ön számára ezen a látogatáson mi volt az, ami tényleg megragadó élmény volt? Hát önmagában, tehát ugye én mindig, amikor megérkezek valahová, akkor, és ez iskola, akkor a gyerekeket nézem is. Legyen ez Németország, vagy legyen Kárpátalja, a gyerekek mindenhol egyformák. Tehát én el szoktam mondani a kollégáimnak, hogy így fiatalodva azért azt tart fiatalon, hogy ott vannak körülöttem a fiatalok. Tehát ez a mi pályánkon nagyon, nagyon fontos. Na most, az előbb már említettem, hogy én időutazóvá váltam, mert 76-ban Újkér nevezetű községbe kezdtem el tanítani, és bizony ebbe a községbe is vaskályhák voltak, ott volt az olajos padló, ott voltak a mindennapi gondok. Igazgató kollégám például elmeséli, hogy akkor van a nyomtatóba patron, ahol ő a fizetéséből vesz. Számtalan ezer ilyen kis momentumot éreztünk, hogy,
hogy mennyire kegyes helyzetben vagyunk mi hozzájuk képest. Ugyanakkor az a szeretet, amit ők felénk sugároztak, az hihetetlenül nagy volt. Tehát szabályosan a bőrünkön keresztül éreztük azt az energiát. Ezért el is döntöttük, hogy ha mód is lehetséges, akkor egy iskola kapcsolatot építenénk, mert így rátekintve a dolgokra én azt vettem észre, hogy a magyar adományoknak vannak centrumai. És a pici településekhez, mint a mi esetünkben Fornos, nem mindig, vagy nem biztos, hogy odaérkezik ez az adomány. Igazgató úr, egy rövid kérdése végére. Intézményvezetőként, tanár említette a 8. osztályosokat, én említenem még olyan tanulót is, Jakab Johanna, aki már nem az iskola tagja, bár Hunyadi díjas, tehát gondolom azért jó tanuló volt, és ő is visszajárt. Hogy ez az intézményvezetőként az ön számára, hogy a diákok így vesznek részt benne, milyen üzenettel bír? Valahol ez egy kicsit visszajelzés a nevelőoktató munkánknak. Ugye én el szoktam mondani, hogy az iskola a nevelést azt erősítheti, de bizony az édesanyja és édesapa teszi meg 6 éves korig az alapokat, matematikuson a nevelés axiomáit. Mi erre tudunk építeni, hogyha ez ott van, jelen van, akkor azt gondolom, hogy olyan tanítványaink lesznek, vagy vannak, vagy voltak, akik visszajönnek. Nagyon örülök, amikor valamelyik középiskolában szünet van, és látok csellengő volt hunyadista a folyosón, mert hiányzunk nekik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. És ez egy, igen, igen. És segíteni jött vissza, tehát ez pedig szerintem még megint plusz, egy igen, még plusz, igen, hogy nem igen, csak visszajött, hanem jött és segített. Én gratulálok önöknek a munkájukhoz is, és természetesen az aranymasni adománygyűjtéshez is, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen a lehetőséget. Szépen. Igen, köszönjük szépen. Kedves nézőink, önök a Mindent, amit tudnék látni érdemes műsorunkat látták. Mára megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.